Gördülő polgári engedetlenség kezdődött az IJS-ben. A tanárok anyagi és erkölcsi megbecsüléséért állnak ki a csatlakozó pedagógusok. Ilyen még nem volt. Városi egészségnapot tartottak. Szakmai előadásokkal, állapotfelméréssel, kockázatbecsléssel és lakossági szűrőprogramokkal várták az érdeklődőket. Egy kutatás szerint félrevezették a világot a depresszió okáról. Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány elnökét kérdezzük a betegség gyógyszeres kezeléséről. És a 10. évadot kezdték el a Budaörsi Latinovic Színházban. 6 új bemutatóval és az előző évadok sikereivel folytatják. Jó estét kívánok! Ezentúl a megszokott rendszerint hétfőn, szerdán és pénteken látható a Hétközben című budaörsi magazinunk. Ma azzal kezdünk, hogy újabb polgári engedetlenségi akció kezdődött az IJS gimnáziumban. Továbbra is a tanárok anyagi és erkölcsi megbecsüléséért állnak ki a csatlakozó pedagógusok, mert úgy vélik, a megbecsülést máig nem kapták meg, és a munkájukat egyre nehezebb körülmények között kell végezniük. 8 és 10 óra között nem vették fel a munkát a csatlakozó tanárok, akik 33-an vannak. Azt mondják, hogy mivel minden jogszabályi lehetőségüket megvonták az elégedetlenségük kifejezésére, nem maradt más választásuk, mint egzisztenciális kockázatok árán is a polgári ellenállás eszközéhez nyúlni. Nem lehetett folytatni a sztrájk hullámot. Úgy lehetett volna csak sztrájkolni, hogy az észrevehetetlen. Tehát szinte mondhatom, hogy kicsit többet kellett volna tanítanunk sztrájk alatt, mint normál állapotban. Miután sem a januári sztrájk, majd a sztrájkjog korlátozása után márciusban meghirdetett polgári engedetlenség és az utóbbi hónapok egyeztetései sem vezettek eredményre, több iskolában, így az IJS Gyula gimnáziumban is úgy döntöttek, hogy a polgári ellenállás eszközével élve gördülő rendszerben hétről hétre 2 órás munkabeszüntetéssel tiltakoznak a magyar oktatás megreformálása és rendbetétele érdekében. Nekem az volt a véleményem, hogy ez úgy lenne jó, hogyha országosan, egységesen csinálnánk, akkor lenne látványos. Mi itt az IJS-ben, és örülnék neki, hogyha legalább a budaörsi környék és a környék iskolákban, ahova eljut ez az információ, úgy állnának bele ebbe a polgári engedetlenségbe, hogy az ne fájjon nagyon a pedagógusoknak, de azért kifelé érzékelhető legyen. Mi például a mai napon 2 órában fogjuk csak csinálni, 8-tól 10-ig. Jövő héten keddi napon csináljuk ezt 8-tól 10-ig, utáni szerdán. És így tovább, ennek nagy előnye az, hogy nem ugyanazok a tanórák maradnak el, és hogyha azért mindenki 10-kor kezdene ezt, főleg az általános iskolákra, óvodákra vonatkozik, akkor azt azért megérezné egy település, a közlekedése, a munkahelyeknél, hogyha másképp később kerülnének be az emberek, és még az nagyon jó benne, hogy mindössze 8 órányi munkabér kiesés jelentene az embereknek, amit nagy valószínűséggel a tanítani ki tudna pótolni, mert hogy rengeteg adomány érkezett a pedagógusok megsegítésére. Az IJS-ben a polgári engedetlenséghez most 33-an csatlakoztak. Ők a munkát 8 és 10 óra között nem vették fel, többségük az iskola előtt állva demonstrált. Szerintem elképesztő, hogy tavasz óta nem történt semmi az oktatásban gyakorlatilag. Én személy szerint úgy szoktam megfogalmazni, hogy egyszerűen jó iskolát szeretnénk a gyerekeiknek. Ez nem valósul meg most már lassan évtizedek óta, és hiába próbálunk kapcsolatot teremteni a mindenkori oktatási vezetéssel. Nem hallatszik a hangunk, nem látszunk, és nem születnek érdemes kompromisszumok, és azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon nagy probléma, mert közben nőnek föl generációk, nőnek föl a gyerekek, és... Hát jelenleg ugye arról van szó, hogy vagy kevésbé, vagy jobban megfizetett rabszolgák lesznek, vagy pedig útilaput köthetnek a talpukra. Nekem egyik megoldás sem megfelelő. Azt gondolom, hogy ennél sokkal többet érdemelnek a gyerekek. Sokan beszélünk ugye arról, hogy mennyi a fizetés, az is egy nagyon-nagyon komoly gond, főleg úgy, hogyha a családon a másik fél is pedagógus. De szerintem, hogyha nem ennyire átgondolatlan és ennyire oktatás ellenes lenne a törvény, meg a kormány, akkor én lehet, hogy nem tüntetnék itt. Tehát nekem ami igazán borított, az a meg nem értés és olyan arrogancia és az a stílus, ahogy minket tanárokat kezelnek, ahogy heccelik a társadalmat ellenünk. Ezen kívül nekem 12-es osztályom van, és szeretném nekik is megmutatni, hogy megéri és fontos kiállni olyan dolgokért, amik nekik fontos. És hiszek abba, hogyha
jobb lenne az oktatás, és meg tudnánk szeretetni, meg motiválni a gyerekeket a tanulás irányába, akkor sokkal eredményesebb jövőnk lenne. Az IJ-s tiltakozó pedagógusai szerint az oktatási rendszerünk számos problémája közül a legégetőbb jelenleg az oktatásban dolgozók megalázóan alacsony fizetése, ami napról napra egyre kevesebbet ér. Ennek következtében tehetséges, inspiráló kollégák tucatjai hagyják el a pályát, akiket ilyen körülmények között végképp lehetetlen pótolni. Ez a közoktatás minőségének további rohamos romlásához, a diákok és a tanárok közösségeinek gyengüléséhez vezet. Össze kellene hangolni először is a kormánynak a kommunikációját. Most nagyon jól állunk, és mindenre van pénz, és Európában mi vagyunk a csúcsok, vagy ez igaz, vagy pedig a másik igaz, hogy tényleg nincs pénz, én elhiszem nekik az elsőt, mert hogy nagyon sok minden másra van pénz, hát legyen az oktatása is. Hát akkor csak az anyagi problémák, vagy egyéb problémák is vannak, amit ugye meg kellene sürgősen oldani? Hát természetesen vannak problémák. 2010 óta mondjuk, hogy mik a problémák. A tűzoltást az azt jelenteni, hogy anyagi megbecsülés, és utána rendbe kellene rakni az egész köznevelési törvényt. De az anyagi megbecsülésre nagyon nagy szükség van, hiszen nem maradunk a pályán, nincs pedagógus. Hát az IJ-sből is mentek el most tanárok, van kollégám, aki nyugatra ment tanítani nagyságrendekkel, nagyobb pénzért, egy másik kollégám gyárban dolgozik, három műszakban nagyságrendekkel, nagyobb pénzért, és szuper tanárok mindketten. A polgári engedetlenséggel élő pedagógusok és a hozzájuk csatlakozó támogató szülők, kollégák és diákok az iskola elé vonultak, és ott folytatták figyelemfelhívó akciójukat. Az intézmény kerítésének a falára egy dobozt is kiragasztottak. Ebbe dobhatja bele bárki az oktatással kapcsolatos kérdéseit, amelyre aztán később a megfelelő fórumon válaszolnak majd. A tanárok megmozdulását a diákok is támogatták. Szolidaritásuk kifejezésére még egy kis süteményt és pogácsát is hoztak a tiltakozóknak. Városi egészségnapot tartott az egészségügyi központ az önkormányzat támogatásával. A rendezvény ingyenes volt. Szakmai előadásokkal, állapotfelméréssel, kockázatbecsléssel és lakossági szűrőprogramokkal várták az érdeklődőket. Nem csak a felnőtteket, hanem a gyerekeket is szerették volna megszólítani, hiszen az egészség megőrzése céljából a legjobb a korai figyelemfelhívás és a megelőzés. Na, akkor szúrunk még egyet, jó? Na, szúrjam, minden jól. Ha nem is volt mindig a legkellemesebb a városi egészségnapon egy-egy vizsgálat, azért érdemes volt elviselni az apró kis szúrást annak érdekében, hogy valós képet kaphassunk a vércukor vagy éppen az aktuális koleszterin szintünkről. Az ingyenes szűrőnapot a népegészségügyi programhoz kapcsolódva a Budaörsi Egészségügyi Központ koordinálta a város támogatásával, annak érdekében, hogy minél többen mérhessék fel az aktuális egészségügyi állapotukat. Sajnos a vírus helyzet miatt egy időben ezt nem lehetett megrendezni. Mi ez azért csatlakoztunk, mert a városnak mindig is az volt a koncepciója, a legfontosabb az ember. Ugye sok mindenről beszélünk itt, környezetről, környezetvédelemről, de ezen belül elfelejtünk beszélni néha az emberekről, és az emberek egészsége legalább olyan fontos. Na most ez egy olyan rendezvény, ahol itt ha gyerekekkel jön valaki, akkor tud itt a gyerek sátorba a gyerek addig elugrálni, és akkor különböző szűrővizsgálatokon túl tud lenni, mert azért valljuk be őszintén, a legtöbb ember akkor megy orvoshoz, akkor már komoly tünetei vannak. És ugye azt is tudjuk, hogy azért ez megelőzhető lenne egy-egy szűrővizsgálattal, tehát most itt a lehetőség. Annak ellenére, hogy szűkösek a anyagi körülményeink, ennek erre úgy gondoltuk, ez egy ilyen fontos program, tehát ezt mindenképpen támogattuk. Az egészség megőrzés jegyében és a szűrővizsgálatokat próbáltuk népszerűsíteni. Itt ugye most a helyszínen melanóma szűrésre van lehetőség, ugye a bőrgyógyászunk segítségével, illetve egy vastagbéreg előszűrést tudunk itt csinálni. A helyszínen ez egy kockázatbecslés értékelési kérdőívvel valósítható meg, majd ezt követi ugye a kockázati faktor mértékétől függően lehet csinálni itt az intézményben egy valós szűrést. Itt a helyszínen lehetőség van egészségügyi állapotfelmérés, ez egy alapállapotfelmérés. Vérnyomást mérünk, vércukrot, koleszterin szintet, triglicerid szintet, illetve húgsav szintet. Ezeket ugye tesztcsíkokkal csinálják, ez is ma nagyon nagy sikernek örvendett, nagyon sokan álltak itt sorba. Illetve
van saját dietetikusunk, dietetikai tanácsadást tartott, a kardiológusunk szívstresszmérést végez kérdőív segítségével, illetve volt még elsősegélybemutató, gyermek és felnőtt újraélesztés is lehetett itt gyakorolni a helyszínen. A szedcsont levegét a gyomorszánál ne, mert a szedcsont alsó, ez a karnyúvány, ez letörik. Ez egy kis pici kis vacak, ez letörhet. Nem okozza nagy gondot, de fáj. Tehát ez. Tehát az alsó harmad. Ezt mindig meg lehet találni, akármilyen duci az ember. Végig szántom, és már csak rá is teszem. Bár a vártnál talán kevesebben használták ki a lehetőséget, azért a megjelentek többsége igyekezett mindent megtudni arról, hogy milyen állapotban van, kell-e tenni még valamit a gyógyulása, vagy az egészsége megőrzése érdekében. Jó, tehát le, úgyhogy kényelmes legyen, és most nem tudok minden beszélni, címes. 95/76 kicsit alacsony. Bakonyvári Noémi nem csak a vérnyomását és a vércukor szintjét mérette meg, igyekezett kihasználni a lehetőséget, és megpróbált bejutni az összes szűrésre annak érdekében, hogy átfogó képet kaphasson a pillanatnyi egészségügyi állapotáról. Nagyon örültünk neki, közel lakunk, úgyhogy csak át kellett sétálni, és így nagyon praktikus volt, hogy a gyerekek közben jól érezték magukat, mi meg a kötelező szűrővizsgálatokon át tudtunk esni. Igazából állapotfelmérést csináltam, csak úgy, hogy hál' Istennek minden rendben. Mennyire tartja egyébként fontosnak, hogy fél évente, évente azért egy kicsit megnézze, hogy milyen állapotban van a szervezete? Fontosnak tartom, és hát rendszeresen járunk is, magam is, a férjem is, fél évente szűrővizsgálatokra, úgyhogy ez egy jó dolog, hogy fölhívják rá a figyelmet mindenkinek. A szűrések mellett természetesen lehetőség adódott egy kicsit megismerkedni az egészséges táplálkozással is. Tanácsokat is kaphattak a témában, és persze egy kis kóstolót is, gyümölcsökből és magvakból összeállított turmixokból. Az egészségmegőrzés, illetve a C-vitaminok, illetve alapvetően a vitaminok bevitelét szeretnénk hangsúlyozni ezekkel a dolgokkal, a magok pedig azért kellenek, hogy jobban felszívódjanak a gyümölcsök, illetve a vitaminok, mert különben a magok nem feltétlenül szívódnak be, egy gyümölcs formájában, illetve turmix formájában könnyebben felszívódnak, és ezért jó. Egyénileg szoktuk elkészíteni. Vannak piros bogyók, illetve sárga gyümölcsös termékek. Esetleg készíthetek ennek egy piros bogyós, vagy sárga gyümölcsös bogyós? Piros bogyós. Rendben. A magokra nem allergiás, semmilyen magra. Rendben. Ami sok, tehát így frissít, ilyenkor főleg nyáron nagyon jó a menta, a táplálás miatt a banán. Aztán jöttek sorra a különböző magvak és fűszerek, amitől igazán karakteres és egészséges lett a koktél, amit aztán többen meg is kóstolhattak, még a gyerekek is, akiket persze játszóvár és arcfestés is várt arra az időre, míg a szüleik a szűrővizsgálatokon tartózkodtak. Nagyon izgalmas volt, és az ugrálóvárban sokat voltunk, meg nagyon élvezetes amúgy az arcfestés is, mert sok mindent meg tudnak neked csinálni. Egyébként te szoktál félni az orvosnál, amikor meglátogatod, vagy te bátor vagy, és mindig tudod, hogy miért mész oda? Bátor vagyok. És mit szólsz ez az most, nem tudom, milyen finomságot kaptál itt, szereted ezeket az italokat? Nagyon-nagyon. Sokszor voltam már itt, és hoztam el innivalókat is. És miért érdemes ezt megkóstolni? Mert nagyon finom és egészséges. A szűrőprogram mellett bent az egészségügyi központ épületében előadásokkal is várták az érdeklődőket. Kovács Réka, dietetikus, a koleszterin szervezetre gyakorolt hatásáról, valamint a testösszetétel és az egészség összefüggéseiről adott elő az érdeklődőknek. Dobos János van itt ma este a stúdióban, az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Elég sűrűn hívjuk, nagyjából olyan fél évente, mert hogy mindig találunk valami érdekes témát. Most azt olvastam, hogy félrevezették a világot a depresszió okáról. Egy nagyszabású összehasonlító tanulmányból kiderül, hogy a depressziónak nincs köze a csökkent szerotonin szinthez.
És akkor most mi van? Akkor rosszul kezeltük a depressziót? Ahogy eddig kezelték, az sokszor mondták, hogy hát ez úgyse hatásos. Akkor most már tudjuk, hogy azért nem hatásos, mert hogy az oka nem az, amit gondoltunk? Ez egy nagyon-nagyon érdekes téma, és maga ez a hír is nagyon érdekes, sőt elgondolkodtató, ugyanis ez arról szól, hogy akik eddig úgymond depressziósak voltak, azoknak azt mondták, hogy valamilyen kémiai eltérés van az agyában, ugye egy felborult egyensúly, amit egy gyógyszerrel kell kiegyensúlyozni, és emiatt valamilyen gyógyszert, valamilyen antidepresszáns, tehát depresszió elleni szert kell szedni. Ugye ez volt a fő propaganda vonal, ezt mondták mindenhol a betegeknek, ezt mondták azok a kórházakban, a magánpszichiátriákon, mindenhol, és most ugye Angliában az egyik egyetemnek a pszichiáter professzora vezetésével készült egy nagyon átfogó vizsgálat, ahol gyakorlatilag áttekintették a teljes eddigi összes kutatási anyagot, ami erre a témára vonatkozik, és ebből az a megdöbbentő eredmény jött ki, hogy valójában semmi nem támasztja alá ezt az elméletet, amit ugye évtizedek óta súlykolnak az emberekbe. És hát ez egy nagyon érdekes szituáció teremt, hogy akkor most valóban mi lesz, mert úgy tűnik, hogy hát itt, hát hogy úgy mondjam, a gyógyszergyári propaganda lehet, hogy egy kicsit messzebbre nyúlt, mint ahogy illett volna. Oké, de a hétköznapi ember az azt mondja, hogy az lesz depressziós, akit sok minden rossz ért az elmúlt időszakban. Legyen az haláleset, legyen az munkahely elvesztése, munkahelyi problémák, családi problémák, válás vagy bármi más. És amikor valaki sokáig szomorú, akkor a szomorúság átcsap depresszióba. De ezt valahogy azért kezelni kellene, valahogy segíteni kellene neki, nem? De. Egy dolgot nagyon fontos leszögezni, az, hogy depresszió az nem egy jól körülhatárolt, jól leírható, exakt valami. Az igazából csak egy önkényesség, hogy azt mondjuk, hogy na innentől mondjuk mi depressziónak, mert igazából egy átmenet van, ugye, mint nagyon sok minden másban. És hogy innentől kezdve ezt nevezzük egy orvosi állapotnak. Ez ugyanaz, mint a kiinduló pontunk volt, hogy nincs, ami indokolná azt, hogy pontosan ott kezdjük el. Ugye van egy olyan állapot, hogy valaki valamitől levert az életben, valamitől esetleg hosszabban hát egy nyomott hangulata van, hogy ez indokolt erre gyógyszert szedni, vagy sem, hát egyre több bizonyíték utal arra, hogy ez nem a jó megoldás, hiszen sokkal hasznosabb lenne megnézni azt, hogy az illetőnek mitől van ez a nyomott hangulata, mi okozza ezt, mikor indult, honnan jött, és megpróbálni azzal segíteni neki, hogy azt kezeljük, ahelyett, hogy hát nyomjuk el gyógyszerrel a tüneteket. Jó, de ez azért messzire visz, tehát egy gyógyszert könnyű felírni, szedd be, és akkor talán jobb kedved lesz tőle. A kábítószereseknél is ugye azt mondják, hogy nem biztos, hogy a gyógyszer a megoldás, sokszor az elterelés, tehát hogy találjon értelmet az életének. Itt is nyilván megoldás lenne az, hogy hát ne legyél olyan szomorú. De hát basszus, ha ennyi minden van körülöttem, akkor szomorú vagyok. Hát igen, de azért mégiscsak van valami kiváltó oka, hogy az illető szomorú. Tehát általában nem az egész világ miatt szomorú, hanem van valami sajátos oka, ami miatt. Lehet, hogy a családon belül van valami, lehet, hogy az életében volt valami olyan veszteség, lehet, hogy valami olyan fenyegetés van az életében, ami azt okozza, hogy folyamatosan nyomott a hangulata. Valami oka kell, hogy legyen. Nagyon jó volt egyébként, hogy feljött a kábítószeres hasonlat, mert hogyha azt mondjuk a depressziósnak, hogy szedd be ezt a gyógyszert és kevésbé fogod rosszul érezni magad, az valójában nem nagyon más, mint egy droghatás az illetőnél. Érjük el kémiailag azt, hogy jobban érezze magát. Ez nem nagyon különbözik attól, mint ha valakinek mondjuk szerelmi bánata van, és lemegy a kocsmába, hogy jól berúgjon. Ha az ember megkérdezi közben, hogy most jobban érzed magad, akkor azt fogja, hogy persze, most jobban érzem magam. De hát a valóságban tudjuk, hogy ez csak elkendőzi a dolgot. Itt sincs nagyon szó másról. Mit küldtek nekem ezzel kapcsolatban, ezt önök tárták fel, hogy akasztással végződött a terápia, ezt a címet adták neki. A történet az arról szól, hogy felakasztotta magát egy debreceni férfi, miután egy héten át szedte a pszichiátrián neki felírt tablettákat. Ez is akkor gyakorlatilag ide vezethető vissza, hogy felírtak neki tablettákat, amiket lehet, hogy nem is kellett volna felírni, viszont a mellékhatásai oda vezettek, hogy ő öngyilkos lett. Lehet, hogy neki korábban is voltak problémái. Ez a magyarországi eset, ez pont jól köthető az előző témához, gyakorlatilag úgy is mondhatjuk, hogy illusztrálja az eddig elhangzottakat, hiszen egy olyan férfiről van szó, aki úgymond depressziós volt. Annyi volt a történet, hogy azt vették észre a feleségével, hogy egyre romlik a kedélyállapota, egyre rosszabb állapotban van, nem tudták, hogy mi legyen, időpontot kértek a helyi pszichiáterhez. Elmentek, ott egy rettentő felületes valami történt, csak annyi volt, hogy a pszichiáter meghallgatta, hogy elmondta a páciens, hogy neki mi baja van, de se vizsgálat, se semmi, még a maszkját se húzatta levele, hogy ránézzen, hogy mégis hogy néz ki arcra, és fölírt neki két pszichiátriai szert, két antidepresszánst, annyit tett hozzá, hogyha bőrkiütései támadnak, akkor jöjjön vissza és szóljon neki. Azt nem mondta el neki, hogy ez mind a kétszer, amit fölírt neki, a hivatalos gyógyszerleírat szerint
okozhat öngyilkossági késztetést. És ugye egy ilyen helyzetben, emiatt folyik nagyon komoly vita erről a témáról, mert ilyenkor mindig az szokott lenni az ellenérv, hogy de hát amúgy is depressziós volt, vagy amúgy is mentális beteg volt, hát azért lett öngyilkos, és ezzel el lehet maszatolni azt a jól ismert mellékhatást, hogy ezek a szerek okozhatnak magukban a szedésük öngyilkossági késztetést. A férfi elkezdte szedni ezt a szert, nem érezte magát jobban tőle, a felesége bíztatta, hogy de szedjed, majd jobb lesz egy idő után, szedte, és a hetedik napon pedig váratlanul felkötötte magát, öngyilkos lett. Önök segítenek az ilyen károsultaknak, tehát kapcsolatban vannak például az elhunytnak a feleségével? Természetesen ő volt az, aki minket felkeresett, hogy próbáljon valami fajta igazságot keresni az ügyére. Ugye hát ilyenkor ezek mindig azért szomorú ügyek, mert ugye visszaadni az illetőt már nem lehet, de ha valamit mégis tudunk tenni az ügyben, akár egy kártérítést, akár egy valamilyen igazságszolgáltatási akciót kezdeményezni, az azért is érdemes, mert sokszor ennyi is elég lehet, hogy megnyugodjon legalább a családnak a lelke a sérelem miatt, és ebben az esetben is elindítottunk vizsgálatokat, hogy hát ugyan járjanak már utána, mi történt, mert nagyon furcsa a dolog. Ténylegesen a páciens nem lett tájékoztatva a mellékhatásokról, noha a tájékozott beleegyezés, ez egy alapvető joga bármely páciensnek az egészségügyben, ugye elvileg minden kezelés csak úgy lehetne végrehajtani, hogy az illető előtte teljes körülön tájékoztatták, hogy pro és kontra mi lehet az eredménye a kezelésnek. Itt ez nem történt meg egyértelműen. Jó, de a koronavírus alatt, meg után is azért az egészségügyben nagyon sok olyan haláleset történik, ami azért megkérdőjelezhető. Azt lehetne mondani, hogy igenis az ő életét meg lehetett volna menteni, ha ez és ez történik, vagy ez és ez nem történik. Ehhez képest nyilván a közvélemény mondhatja azt, hogy valaki, aki egyébként is depressziós volt, akinek egyébként is ilyen problémái vannak, hát most egy hét után szedte a gyógyszert, egy hétig még egy influenzából se gyógyul ki az ember, nem hogy egy ilyenből, nem biztos, hogy amiatt akasztotta fel. Nagyon nehéz ezt bizonyítani. Ez éppen ezt szokta a vita alapját jelenteni, hogy nehéz ezt, igen. Ugyanakkor azt ne hagyjuk semmiféleképpen se figyelmen kívül, hogy ezekről a szerekről többszörösen bebizonyosodott már, hogy okozhatja azt, hogy az illetőnek öngyilkossági gondolatját támadnak. Tehát oké, hogy azt mondjuk, hogy hát eleve mentálisan zavart állapotú volt, és biztos emiatt, de az egyik oldala mérlegnek. Tegyük már oda a másikat is, hogy mi van, hogyha attól követett el öngyilkosságot, hogy a szernek ez volt a mellékhatása. Tehát nem lehet csak az egyikkel elkenni az egész dolgot szerintem. Ráadásul ez az eset nem egyedi, tehát közel se arról van szó, hogy ez most megtörtént, és akkor egyedülálló eset, jó, hát annyi rengeteg más van, ahol meg nem ez történt, és akkor hát ennyi, ez a járulékos veszteség, hogy így mondjam. Nagyon sok hasonló ilyen eset van a saját praxisunkban is, és nemzetközileg is tudott, hogy sok hasonló eset van. Tehát itt nem arról van szó, hogy egy véletlenszerűen felbukkanó valami van, hanem egy rendszer szintű dologról nagyon is ennek utána kellene járni, azt gondolom. De kit lehet itt perelni? A gyógyszergyárat, aki olyan gyógyszert készít, aminek ilyen mellékhatása van? Az orvost, aki felírja azért, mert talán nem vizsgálta meg megfelelően a beteget? Szóval kit lehet itt perelni? Azt gondolom, mindegyiknek megvan a maga felelőssége ebben. A közvetlen felelősség mindenképpen megállapítható a kezelőpszichiáternél, hogyha nem adott teljes körű tájékoztatást. Ugye itt ez mindig azért kényes téma, mert a pszichiátriai szereknek olyan durva mellékhatásaik lehetnek, hogy hát pszichiáter legyen a talpán, aki ezeket elmeri mondani a pácienseknek. Ha pedig nem mondja el, akkor nem történik teljes körű tájékozott beleegyezés alapján írják fel ugye ezeket a szereket. És hát ilyenkor ugye gyakorlatilag felelősségre vonható a pszichiáter, hiszen ha nem mondta el azt, hogy ennek ilyen és ilyen komoly mellékhatásai lehetnek, akár öngyilkosság, akár erőszakos viselkedés, vagy más nagyon komoly testi állapotok, akkor hát a páciens ténylegesen nem lett tájékoztatva, amíg ez pedig joga van a jelenlegi szabályzás alapján, tehát ez alapján egyébként tényleg lehet felelősségre vonást indítani. Küldtek nekem még egy érdekes elgondolkodtató hírt. Illegális gyógyszerkísérlet egy budapesti kórházban, és a végén van egy kérdőjel. Én most direkt nem mondom el, amit küldtek nekem anyagot, abban benne van, hogy ez melyik kórház. A lényeg az, hogy engedély nélkül adagolhattak pszichiátriai szert tavaly ebben a kórházban 110 Covid betegnek, hogy javítsanak a rossz pszichés állapotukon. Ez baj? Elég komoly vita volt e körül az ügy körül, és mi magunk is érdeklődéssel kezdtünk utána nyomozni. Ugye a szituáció az volt, hogy valóban az egyik Covid osztályon ennek a 110 betegnek elkezdtek egy bizonyos pszichiátriai szert adagolni. Na most ugye arra hivatkozott a pszichiáter, aki ezt csinálta, hogy hát úgymond háborús helyzet van, hát nincs idő engedélyekre, stb. De azért arról kevésbé esett szó, hogy egy olyan szert adagoltak,
amiről évtizedek óta nagyon-nagyon súlyos dolgok derültek ki, hogy mit okozhat a pácienseknek. Mellesleg ez is egy antidepresszáns, amiről eddig is beszéltünk, tehát ilyen tekintetben kapcsolódik a szintén az eddig elmondottakhoz. Egy olyan szer, ami, megint csak ismétlem az előzőt, amiről tudott, hogy öngyilkossági késztetést, hogy erőszakos viselkedést válthat ki a pácienseknél, akik ezeket szedik. Ugye ezt ők azért kezdték adagolni, részben kedélyállapot, részben meg azt mondták, hogy valamit a tüdőhegesedésnél valamit meggátol, vagy valami, de ugyanakkor úgy tűnik, és az volt a gyanús az egész ügyben, hogy ezt a nagyon-nagyon komoly szert, nagyon komoly tudatmódosító szert úgy adagolták a pácienseknek, hogy senkit nem kérdeztek meg róla. Tehát nem az, hogy engedélyt nem kértek, de még a pácienseket sem a családtagjaikat nem tájékoztatták arról, hogy mi is ez, amit nekik beadnak. És ennek azért vannak aggályos oldalai, azt gondoltuk. Tudunk arról, hogy itt bármi is rosszul végződött, tehát, hogy valaki öngyilkos lett, valakinek a halálához vezetett ez a szer? Ezek személyes adatok, amik a nyilvánosság elé nem kerültek, így aztán mi sem tudjuk. Ugye az ilyesmi csak akkor derül ki, hogyha minket valaki konkrétan megkeres és a saját történetét, vagy a családtagjának a történetét elénk tárja egy meghatalmazással, tehát ezt nincs róla adatunk igazándiból. Itt inkább mint jelenségre igyekeztünk felhívni a figyelmet, mert ahogy elkezdtünk utána járni a dolognak, és elkezdtük megkérdezni a kórháznak a felügyeleti szerveit, kiderült, hogy hát azok, akiknek ugye feladata lett volna, hogy ellenőrizzék, hogy mi történik, és engedélyt adjanak egy ilyen kísérletre, még csak nem is tudtak arról, hogy ilyen történt, tehát ez teljesen fű alatt ott a kórházon belül történt, ami hát legalábbis azért furcsa, úgyhogy elkezdtük ezt egy kicsit tovább fölfelé vinni, és megnézni, hogy akkor hogyan is volt ez, vagy... Tehát azért nem árt, hogyha ebből legalább tanulságokat levonunk. Továbbra is az érdekel, hogy miért lehet ez rossz? Tehát milyen rossz dolgok következhetnek ebből? Én értem, hogy a feljebb lévő hatóságot nem értesítették, de az a hatóság mit tud mondani? Maximum azt mondja, hogy nem. De hát az egész Covid-oltás az erről szólt, hogy gyorsan kell valamit kitalálnunk. Ez is egy része lehet, vagy ez is egy próbálkozás volt. Szerintem, és ez a magánvéleményem, azért az, hogy egy nagyon komoly antidepresszánst adnak a beteg pácienseknek, azért nem ugyanaz a kategória, mint hogy kezeljük őket a bevált, vagy ismert, vagy jelenleg rendelkezésre álló eszközökkel. Itt egy gyógyszer kísérlet folyt ezeken az embereken, és még egyszer mondom, nem egy köhögés elleni sziruppal, hanem egy olyan szerrel, amiről már évtizedek óta tudott, hogy nagyon durva mellékhatásokat okoz. Itt a minimum az lett volna, hogy a pácienseket tájékoztatják, hogy mit okozhatott. Nem tudjuk valójában, tehát ugye, ahogy említettem, nincsen adat arról, hogy okozott-e valamit vagy sem, mert ez nem derült ki a nyilvánosság előtt. De tekintettel arra, hogy gyakorlatilag egy kábítószer jellegű anyagról van szó, egy nagyon komoly tudatmódosító szerről, ennek akár még a későbbiekben is lehet hatása, akár már ott a kórházban nyilván, hogyha öntudatlanul fekvő emberekről van szó, akkor nem valószínű, hogy föl fog kelni az ágyból és elkezd álmok futni a kórházban. De azért ezeknek a szereknek vannak hosszabb távú következmények is, a függőségtől elkezdve olyan testi állapotokig, amelyek akár megmaradhatnak éveken keresztül. Tehát erről nincs info, de egyáltalán nem félváró vehető dolog, azt gondolom. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mire jutnak. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Én pedig köszönöm, hogy itt lehettem. Elindult az új évad a Budaörsi Latinovics Színházban. A tavaly ősszel Alföldi Róbert rendezésében bemutatott Öröm és Boldogság című darabbal kezdték a szezont. Visszatér továbbá Máté Gábor rendezése, a Katarina Blum elveszett tisztessége Hartai Petrával a főszerepben. A színművészt ezért az alakításáért a legjobb női főszereplő díjára jelölte a Színházi Kritikusok céhe a 2021-22-es évadban. Egyébként 6 új bemutatóval készülnek. Elsőként az Üzlet az üzlet, avagy Eladó a mennyasszony című előadással. És 5 éves megbízásából az utolsó évada kezdődik Berzsenyi Bellág Ádám igazgatónak. Nagyon speciális évad elé nézünk. Ugyanis 10. évfordulót ünneplünk az egész évadban. 10. olyan évad, hogy úgy hívják ezt a színházat, hogy Budaörsi Latinovics Színház. 2013 őszén kezdtük el azt a munkát itt a színházban, aminek az eredményeként ma itt ülünk. Van a színháznak egy önálló, 12 főből álló önálló társulata. Egy olyan műszaki és irodai dolgozói állománya, ami ténylegesen létszámilag képes ellátni azt a feladatot, amit itt kitűztünk magunk elé, ezt a repertoárt, amit a színházban viszünk. És hát
Nem utolsó sorban ténylegesen létrehoztunk egy új színházat, egy olyan színházat, amit ma már mindenki az országban ismer, aki színház iránt picit is érdeklődik. A sok-sok siker és elismerés ellenére nem néz könnyű évad elé a budaörsi Latinovics Színház, hiszen nekik is egy gazdasági és energiaválság kellős közepén kell talpon maradniuk. Egy olyan helyzetben, amikor máshol sorra zárnak be a kulturális intézmények. Erre utalt Vitinkov Tamás is köszöntő beszédében a színházi társulat előtt az évadnyitó ülésen. Ez egy nagyon nehéz időszak ám, ami előttünk áll, és bár egy kicsit protokollárisan indult, remélem, hogy én tudom egy kicsit lazábbra venni, mert hogy tavaly még itt székeken ültünk, és kicsit könnyedebb is volt a hangulat, de a helyzet is talán. Soha olyan helyzetben nem voltam, hogy úgy kellett, vagy úgy kell kiállnom emberek elé, társulat elé, különböző intézményvezetők elé, hogy azt mondjam, hogy fogalmam nincs, hogy mi lesz a következő évben. Sajnos a működési költségek előteremtése Budaörsöt is nehezen megoldható feladatok elé állította. Ebben a helyzetben kell életben tartani és magas szinten működtetni a város közintézményeit, köztük a színházat is. Az általunk jelenleg ismert rezsiárak, mert ugye ezt közbeszereztetni kell, tehát hogy hol fog megállni, azt nem tudjuk, mi a kalkulálhatóval számoltunk, ezek mellett egyetlen önkormányzat sem fogja tudni megoldani a következő évet. Sem a legszegényebbek, sem a leggazdagabbak. Lefordítva Budaörs szintjére ezt, ugye egy ideig még élnek a korábbi közbeszerzési szerződéseink, azon az áron kapjuk, mind a villamos energiát, mind a gázt. Úgynevezett végső mededékes árat fogunk kapni majd decemberig a villany esetében. Az hátralévő időszak villany és gáz többletköltsége 500 millió forint, jövő évre több mint 2 milliárd többletköltségünk lesz, úgy, hogy az állam eközben 4 milliárdot von el szolidaritási hozzájárulás címét. Ennek ellenére a város megpróbálja biztosítani a színház működéséhez szükséges optimális feltételeket. Nyilván az ember egyrészt arra törekszik, hogy a intézmény működtetésében megtalálja azokat a lehetőségeket, hogy tudunk a jelenleginél is még takarékosabban működni, és nem csak energiatakarékosságra gondolok, hanem költségvetési takarékosságra is, tehát hogy tudunk a rendelkezésre álló erőforrásokból a legjobban kijönni és gazdálkodni, és mégis megőrizni azt a színvonalat, amit ugye az elmúlt években fölépítettünk, és amit a nézők joggal várnak el tőlünk. Tehát ez a legnagyobb kihívás, amivel szembenézünk. Ugyanakkor a művészi, a repertoár szempontjából, az új bemutatók szempontjából, meg hát kicsit az is volt a gondolkodásunk, hogy leképezzük, vagy egy kicsit reflektáljunk arra a világra, ami most körülvesz minket az összes nagy kérdőjelével és kihívásával. Ebben az évadban összesen 6 új bemutatóval készül a budaörsi Latinovics Színház, ismert és meghatározó rendezők közreműködésével és persze újabb szakmailag kimagasló szakemberek bevonásával. Ebben az évadban 2 új, hát úgy mondjam, a magyar színház élet szupersztárja is megjelenik itt a rendezői palettán. Mohácsi János és a testvére Mohácsi István, ők készítik az új, legújabb bemutatónkat, ami az évad elején lesz rögtön látható, az üzlet, avagy eladó a mennyasszony, ezzel a címmel fog menni, illetve a Kossuth Díjas Zsótér Sándort sikerült meghívni a színházba, őnek az ő bemutatója pedig Brecht Kurázsi Mama című darabját pedig februárban mutatjuk be a színházban. Ezen kívül visszatérő, hát már évek óta visszatérő vendég Alföldi Róbert, akinek a bemutatója decemberben lesz, ez az Eprésző kislány című kortárs magyar darab, és lesz 2 fiatal rendező is a vendégeink között. Az egyik már dolgozott itt sokat, ő Varsányi Péter, aki a Bűn és bűnhődésből készít egy osztályterem színházi verziót, ez tavasszal lesz látható, és most rögtön ősszel az Ifjúsági Klubban Csábi Anna rendező fogja készíteni a Kutya különös esete az éjszakában című darabot, ami elsősorban gyerek előadás, gyerek és ifjúsági előadás, de felnőttek számára is érdekes lesz, reményeim szerint. Az optimális munka érdekében több felújítást is elvégeztek a nyáron, és megkezdődött az új raktár építése is. Egy nagyon nagy szabású átalakítást hajtottunk végre itt a színpadon. Teljesen megújult a színpadnak a fa szerkezete, tehát amit színpadnak nevezünk, amin állnak a színészek, az teljesen kicserélődött, egy teljesen modern, mindenféle károsanyagtól mentes és biztonságos és stabilan megépített színpad, amiben 2 csapóajtó is van, ez az újdonság. És ami még nagyon lényeges, hogy a portál, ez a színpadot körülvevő fekete fal, ami elválasztja a színpadot a nézőtértől, ez előbbre jött 2,5 méterrel,
így a játéktér az megnőtt, és ugyanakkor a láthatóság szempontjából is javultak a feltételek. Ami még egy nagy változás a nagyteremben, hogy a nézőteret is sikerült megújítani oly módon, hogy ettől az évattól a nagyszínpadi előadásokon soronként fog emelkedni a nézőtér, ami azt jelenti, hogy sokkal kényelmesebb lesz a néző számára, sokkal jobb rálátást jelent ez majd a színpadra. Ugye a raktározás egyelőre még probléma, hiszen folyik a munka, arról mit érdemes tudni? Hogy ez egy óriási dolog, hogy a város, és különösen el kell mondanom, hogy ebben a nehéz helyzetben, de hogy a város kitartotta a színház mellett és amellett az elhatározása mellett, hogy egy hosszú évek óta akut problémát, a raktározási problémát megoldotta. Tehát az a döntés született, hogy elkészítik azt a korábbi években megtervezett raktárépületet itt a telek végében, ami hosszú távon biztosítani fogja a színház teljes repertoárra számára a díszletek és a jelmezek raktározását. Ez a munka most a nyáron elindult, az alapozás már megtörtént, a további munkák zajlanak, és én bízom benne, hogy néhány hónap múlva birtokba veheti a színház ezt a raktárat. A város nettó 218 millió forintot biztosított a költségvetéséből a raktár megépítésére. Mégiscsak a kultúráról van szó, egy olyan intézményről, ami lassan negyed százada szolgálja ki a Budaörséget, és most nem csak a Budaörséget, a Budaörs környékieket, sőt, hát ugye sokszor ide zarándokolnak egy-egy előadásra, szóval fölkerült a térképre a Budaörsi Latinovics Színház, nagyszerű rendezők, vendégrendezők darabjait láthatjuk itt, és tényleg egy olyan saját társulat, amit nagyon megszeretett a közönség, úgyhogy mindent meg fogunk tenni azért, mert egyébként is kultúra nélkül nem érdemes élni. Szokták azt mondani, hogy kutyák nélkül lehet élni, de minek? Hát a kultúrával is azt hiszem, hogy nagyon sokan így vagyunk. A Budaörsi Latinovics Színház társulatának első bemutatóját október 1-én láthatja majd a közönség Mohácsi János rendezésében, Az üzlet az üzlet, avagy Eladó a mennyasszony címen. Hétközben a TV2040 Budaörsi magazinját látták. A megszokott rend szerint szerdán lesz legközelebb ilyen műsor. Most következik Bétót László és az Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó című műsor. Ha írnának nekünk, az e-mail címünk az, hogy tv2040@tv2040.hu, de tudják, ott vagyunk a Facebookon is, ott is írhatnak nekünk, sőt, ott is közzéteszünk különböző tartalmakat, keressenek bennünket tehát a közösségi médiában is. Mára én köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!